Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Bátor Televízió híradóját látják. Szeptember 18-án megkezdődik a szavazás az ellenzéki előválasztáson. Megyei kitüntetést kapott Veres Jánosné. Világbajnok lett ifjabb Fekete György 2-es fogadhajtó. Idén is megrendezik a szüreti felvonulást. Már visszalépésre szólította fel az MSZP megyei elnöke az 5-ös választókerületben induló jobbikos képviselő jelöltet. Mint ismert, egy héttel korábban fideszes együttműködéssel vádolták meg a szocialistákat, most pedig Veres János megyei elnök fedhetetlenségi okokra hivatkozva szólította fel az 5-ös választókerületben induló jobbikos jelöltet, hogy lépjen vissza. Egyre dagad a szabolcsi 5-ös számú országgyűlési választókerületben keletkezett előválasztási ügy. Mint ismert, egy titokban készült hangfelvétel alapján megvádolták a szocialistákat, hogy valamiféle választási mutyit kötöttek a Fidesszel, hogy előnyösebb helyzetbe kerüljenek az előválasztásokon. Miután egy DK-tag beszélt erről a hangfelvétel alapján, azt lehetett tudni, hogy a Demokratikus Koalíció országos elnöksége indít vizsgálatot az események tisztázására. Ez a vizsgálat végül elmaradt, mert az illető hölgy időközben kilépett a Demokratikus Koalícióból. Az MSZP megyei elnöke legutóbbi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy nagyon érdekes időpont egyezéseket vett észre az ügy kirobbanása, illetve a szintén ellenzéki induló jobbikos jelölttel kapcsolatban felmerült vizsgálatok nyilvánosságra kerülése között. A 2022. évi országgyűlési választáson, valamint az azt megelőző előválasztáson való indulásra a jelöltek fedhetetlenségi nyilatkozatot tettek. Ezt a nyilatkozatot valamennyi jelöltnek alá kellett írnia. Ez a nyilatkozat több pontot tartalmaz, én ezek közül a pontok közül egyet fogok csak felolvasni. Ez a pont, az a 4-es pont, és ez így szól. Pályafutásom során a rám bízott állami, önkormányzati és Európai Uniós forrásokkal legjobb tudásom szerint az ország érdekében felelősen gazdálkodtam. Pont. Van egy képviselőjelölt jelölt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, aki ennek a pontnak bizonyosan nem tesz eleget, hiszen olyan ügyészségi, vizsgálati eredmény után nyilatkozta, hogy ő maga szabálytalanságot követett el, elismerte aláírásával ennek a szabálytalanságnak a megtörténtét, amely ezzel a 4-es ponttal bizonyosan ellentétben van. Éppen ezért felszólítom Földi Istvánt, aki az 5-ös számú választókerületben a Jobbik és más pártok támogatásával induló jelölt, hogy tekintettel arra, hogy az általam felolvasott fedhetetlenségi nyilatkozat 4-es pontjának nem felel meg, ezért lépjen vissza az előválasztástól. Talán ez az ügy az eddigi legélesebb ellentét az együttműködő ellenzéki pártok között, ha leszámítjuk a zuglói Momentum támogatással induló Hatházi Ákos és a jelenleg is országgyűlési képviselő, amúgy szocialista Tóth Csaba közötti éles ellentétet. A megyében a 6 országgyűlési választókerületből jelenleg 5 MSZP párbeszédes jelölt vesz részt az előválasztáson, a 6. jelölt visszaléptetéséről is az országos pártvezetés döntött, s érdekességként jegyezhető fel, hogy éppen egy jobbikos jelölt esélyeinek növelése okán. Amúgy Veres János megyei MSZP elnök szerint az ilyen-olyan gyanúk belengetése éppen hogy a Fidesz érdeke, hogy az ellenzéki pártok együttműködési képességét gyengítse. A Fidesznek áll érdekében olyan helyzetet teremteni az ellenzéki pártok között, hogy az ellenzéki pártok ne tudják jó szívvel támogatni a másik jelöltet, ugyanis egy jelölt fog nyerni az előválasztáson, és ahhoz, hogy jövő tavasszal a Fidesszel szemben sikeres legyen az az egy jelölt, ahhoz természetesen az ellenzéki pártoknak nem csak egy formális összefogására van szükség, hanem az ellenzéki szavazók egységes szavazatára az egy ellenzéki jelölt mögött.
Ezért tehát én felszólítok mindenkit az ellenzéki pártok szavazói közül, hogy ne azzal foglalkozzon, ami ebből a szempontból érdektelen, hogy milyen rémhíreket meg falshíreket kertenek valakik, hanem azzal foglalkozzon, hogy álljunk be közösen a előválasztáson nyertes ellenzéki jelöltek mögé, őket támogassuk, és így van esély arra, hogy 2022-ben a Fidesszel szemben a hatpárti összefogott ellenzék fogja megnyerni a választásokat, új kormány alakulhat, és véget vethet a Fidesz immáron 12 éve tartó kormányzásának. Szeptember 18-án szombaton kezdődik az ellenzéki előválasztás. A mi választókerületünkből 4 jelölt van, köztük az MSZP párbeszéd támogatottjaként Nyírbátorból Tóth Viktor. A szavazatokat személyesen, illetve interneten is leadhatják, akik élni kívánnak ezzel a jogukkal. 2 állandó helyszín lesz, egyik Nyírbátorban, a másik Nyírbogáton, illetve több településen ideiglenes szavazósátrakat telepítenek a kijelölt napokra. Kik azok, akik részt vehetnek, pontosabban szavazhatnak az előválasztáson? Minden magyar állampolgár, aki állandó magyar lakcímmel rendelkezik, és itt például ebben a választókerületben azok szavazhatnak egyéni jelöltekre, akik ebben a választókerületben állandó lakosok. Arcképes igazolvány, ez lehet személyigazolvány, útlevél, jogosítvány, és vinnie kell az állandó lakcímet igazoló lakcímkártyát. Na most hol lehet ugye szavazni? Most a személyes szavazásról beszélünk. Ebben a választókerületben 15 településen lehet személyes szavazást megtenni. Van 2 olyan hely, Nyírbátor és Nyírbogát, ahol a 9 napon át minden nap lehet fix helyen szavazni. Vannak sátrak, amelyek vándorolnak egyik településről a másikra, ez 15 települést jelent, és a 15 településen felállított sátorban lehet szavazni általában délelőtti órákban. Van olyan helyszín, ahol még a délutáni órákban is lehet szavazni. Ezeken az állandó helyszíneket, tehát Nyírbátor, illetve Nyírbogátot reggeltől estig nyitva lesznek ezek a szavazóhelyiségek? Igen, reggeltől 8 órától 9 órától, illetve este 17 és 18 óráig van nyitva. Tehát Nyírbátorban 18 óráig, Nyírbogáton pedig 17 óráig. Nyírbogáton az Árpád út 11 szám alatt, Nyírbátorban pedig a polgármesteri hivatal mellett, a Szabadság tér 6 szám alatt, a volt kormányablak épületében, hátsó bejáraton lehet majd megközelíteni, aki szavazni szeretne. Ez egy különleges választás. Itt mindenki ebben a választókerületben is mindenhol szavazhat, bármelyik településen. Tehát ismerik majd a kedves választópolgárok, különböző helyeken láthatják majd, hogy hol vannak szavazási lehetőségek is, át lehet menni egyik településről a másikba. Aki nem szeretne a saját településén szavazni, bármilyen ok miatt, vagy éppen eljár dolgozni másik településre, akkor fogja tudni, hogy ott adott helyszín, vagy adott településen mikor van szavazási sátor felállítva, vagy lesz lehetőség az internetes szavazásra is. Ezt is előregisztráció szeptember 13-ától, tehát hétfőtől elkezdődött, ez az előválasztás 2021.hu-n található, és mindenki, aki szeretne elektronikus úton szavazni, előregisztrációval élhet. Elektronikus úton egy ilyen személy azonosításra is sor kerül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés Veres János név vezető szaktanácsadó részére kis áron kitüntető díjat adományozott. A díjat Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke adta át szeptember 10-én Tiszavasváriban a megyenapi ünnepségen. Oktatás-nevelés területén kifejtett kiemelkedő tevékenységgel ismeréseként kis áron kitüntető díjat adományoz Veres Jánosnénak, a Nyírbátori Kerekerdő óvoda intézményvezetőjének. Kérem, vegye át a díjat! Hát én úgy gondolom, hogy most éred be az a munka, amit tettem, és voltak olyan figyelmes vezetők, akik ezt a munkát értékelték. Mi az, amit ön meg tudott valósítani megyei szinten?
Hát az óvodai tevékenységeken kívül, ugye intézményvezető vagyok, voltam, és vezető szaktanácsadói feladatot látok el most a megyében. A szaktanácsadók munkájának koordinálása, segítése a feladatom, és az intézményvezetők, óvodapedagógusok munkájának a segítése. És ezen túl még a megyében, amiért esetleg még többen ismerhetnek, az a tűzmanók. Részt veszünk megyei napokon, megyei rendezvényeken, és gondolom, hogy ez egy különleges a tűzmanók fellépése, és az még inkább kötődik mindenkihez ez a név. Folyamatosan zajlik az önkormányzati koronavírus ellenanyag tesztelés, ahol a kétszer oltottakat tesztelik. Az önkormányzati szférában elvégzett vizsgálatok alapján az mondható el, hogy az aktív dolgozók körében a szűrtek döntő többségében van két oltás után elegendő ellenanyag a szervezetben. A lakossági tesztelés változatlanul szerdánként, délelőtt a nyírbátori 65 éven felüliek számára biztosított, délután 14.30-tól pedig a járásban, illetve a városban élők mehetnek a régi orvosi ügyelet épületében kialakított tesztelőpontra. Ifjabb Fekete György világbajnok. A nyírbátori színekben versenyző kettes fogadhajtó élete első világbajnokságán rögtön csapattag és ezzel világbajnok lett, aki egyébként egyéniben is kiemelkedően teljesített. A hollandiai világbajnokságon a magyar fogadhajtás tradícióinak megfelelően szerepeltek a sportág képviselői. Hey! Gyere! Kárben! Nagyon jó volt, nagyon élveztük. Első világbajnokságon volt. Felejthetetlen élmény volt szerintem mindenki számára, aki a csapatom tagja. A tihajtás versenyszáma az kevésbé sikerült. Itt azt hiszem 83. lettem. Utána következett a maraton, ami a mi számunk. Ott az előkelő második helyen végeztem. És az utolsó nap pedig az akadályhajtás volt, ahol azt meg tudtam nyerni, és így a csapatot segítettem a csapatvilágbajnoksághoz. Mi alapján döntötték el egyébként, hogy bekerülj abba a csapatba? Igazándiból ez az egész éves versenyzésem alapján, az eredményeim alapján már lehetett számítani, hogy én kerülök a csapatba. Csak a világbajnokság előtt egy pár nappal, amivel készültünk lovak, tehát két évig készültem egy fogattal, azok közül az egyik lesérült, és így egy cserefogatot kellett vigyek. És így megmondom őszintén, nem voltam biztos, hogy így is betesznek, de bízott bennem a szövetségi kapitány, és berakott, hál' Istennek. A legnagyobb motivációt nekem Barta István adta, aki edzőm volt sokáig, és tavaly évben elhunyt. Tehát ez volt a legnagyobb motiváció, hogy megmutassam neki is, és magunknak is, és a csapatom segített végig, hogy így is meg tudjuk mutatni, és sikerült. De a fogatot milyen lovak alkották? A fogatot most lipicai lovak és egy magyar félvélő alkotta. A lipicaiak a Conversano Szelő és a Conversano Carmen volt, a magyar félvélőnk pedig a Dino, akivel indultam két éve. A Conversano Szellőt és a Carment azt most hajtottam először ilyen nagy versenyen együtt. Egyébként Szellő vett részt Szakács Robival az Európa-bajnokságon? Igen, a Szellő vett részt Szakács Robival is az Európa-bajnokságon. Ő onnan utazott ki Hollandiába, úgyhogy neki egy hosszú túra volt ez a két hét most. Hány év munkája van ebben az eredményben? 15 éve foglalkozok ezzel a sporttal. Naponta 4-5 órát töltök velük, ilyen 5-6 lóval dolgozok le egy héten 6-szor. És mi lesz ezután? Ezután nem tudom még, hogy mi lesz, tehát az álmainkon is túl teljesítettük, úgy gondolom. Folytatom a versenyzést, aztán most már megpróbálunk az egyéni világbajnokságra is rámenni egyszer, hogyha sikerül. A 31. szüreti felvonulást szeptember 24-én rendezik meg. A nagymúltú esemény helyszíne elsőként a Szabadság tér, ahol számos nyírbátori iskola, óvoda, egyesület, civil szervezet vonul fel a szüreti hangulatot bemutatva. Ezt követően a Papok rétjén folytatódik a program, ahová már védettségi igazolvánnyal lehet menni. A
születi felvonulás magától a Bátori ABC parkolójából fog indulni 14 órától 15 óráig. Ebben az időszakban az autóval közlekedőknek majd forgalomkorlátozásra kell számítani. A felvonulásra már beérkeztek a jelentkezések, az iskolák, óvodák, helyi civil egyesületek képviselik majd magukat. A felvonulás után, ami ugye a város központjában lesz, mi a második helyszín? A rendezvény fő helyszíne majd a papok létje lesz, már a hagyományokhoz híven. Itt ezen a helyszínen ki kell emelni, hogy mivel zenés-táncos rendezvény, ezért védettségi igazolványhoz kötött. A papok létjét több helyen fogjuk zárni, és három helyen fogják ellenőrizni a védettségi igazolványt, a bejáratnál, majd a sétány felül, illetve a Károlyi utca két végén. Elmondhatjuk ugye, hogy a város központjában nem szükséges a védettségigazolvány, míg a papok rétjén igen. Itt milyen programokra számíthatnak azok, akik eljönnek ide? Itt is bemutatkoznak a helyi egyesületek, például a Bátor Mazsolett csoport bemutatóját láthatjuk, vagy ismét megnézhetjük a tűzmanókat, a nyugdíjas klubok is képviseltetik magukat, illetve kicsitnek a Kicsi Gesztenye klub, a koncertet a felnőttek részére pedig Kassa Tibor élő koncertjét hallgathatjuk meg. Több kísérő programmal is készültünk, lesz ugye a gyerekeknek megint kézműves foglalkozás, nyugdíjas határőrök segítségével megint mustot fogunk kínálni az ide érkezőknek, ami azt gondolom, hogy ez még mindig egy különlegességnek számít. A nyugdíjas egyesületek pedig vajasmézes kenyeret fognak kínálni, zsíros kenyeret. Nyírbátor város önkormányzata a környezettudatosság jegyében interaktív rajzversenyt hirdetett. A helyszín az Ifjúsági és Családi Kuckó volt. A rajzolás után kisvonatozás várt a versenyzőkre. Szerintem, ami Nyírbátorhoz kapcsolódik, az a sárkány, meg rajzoltam hozzá várat, meg a sulit, meg ahogy úsznak. Megpróbáltam egy ilyen kis vasút útvonalat csinálni, de az időszűkébe kerültem, és most már eléggé sietnem kell, hogy be tudjam fejezni. Miért ezt választottad, ezt a témát, hogy éppen ilyet rajzolsz? Minél több jellemzője ráfér Nyírbátornak, a papokrétje, a sárkányfürdő, a fagyizók, a kis vasút. És te mit rajzolsz, mit készítesz? Az élménysulit. Azért, mert nagyon szeretem, meg sokan járnak oda, meg az az iskolám. Neked milyen kedvenc helyeid vannak itt Nyírbátorban? Szeretem a papokrétjét, a sárkányfürdőt. A Nyírbátor az én városom, az én otthonom volt a téma, így mindenki azt gondolt köré, ahogy ő látja Nyírbátort, vagy ami neki az ő kis szemszögéből a legfontosabb, mondjuk az iskola, vagy az otthon, vagy egy játszótér, vagy ami neki először eszébe jut. Ez kifejezetten az általános iskolások részére lett kiírva. Első osztályostól hetedik osztályosig mindenki megjelent ezen a rajzversenyen. Minden eszközt az önkormányzat biztosított, és itt az Ifjúsági és Családi Kuckóban került megrendezésre. Én egy lovardát. Miért pont a lovardát rajzolod le? Na, a lovak a kedvenceim. Hát az otthonunkat. Miért választottad ezt, hogy ezt rajzolod le itt most a rajzversenyen? Hát azért, mert rengeteg a növény, meg gyűjtjük az esővizet, meg szeretjük a környezetünket. A legértékesebb alkotásokat hogyan értékelik? Papírírószerbe kapnak majd utalványt, és akkor ott így a tanévkezdéshez egy kicsit fókuszálva arra gondoltunk, hogy ott vásárolhatnak, ami még szükséges nekik. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, további kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.